Sziasztok, itt Templayer, és ez egy kész csoda, hogy nem fogyott el a kajám. Úgyhogy toljuk neki megint ezt a hatalompontgyűjtögetés témát. Lesz akkor egy 150 ezer talompontos videónk is, mert miért ne. És ugye ehhez azt kell tenni, hogy most már csak egy beris örtönyöt kell megtámadni. És akkor készülünk ezzel a küldetéssel, amit én nagyon szeretnék, és akkor megkapom a 150 ezeres jutalmat. Baráti felkérés. Árnyék lovagoktól jön a kolléga. Úgyhogy mindenféleképpen... Oké, mindenki írja ezzel a távol léteit, meg mindent. Van egy 1200 DPS csatánk. Játékos rendszer üzenetek, nem ez kell. Van egy 24.000 DPS vérvarjú csatám. Ez egy 68-as vérvarjú volt, szerintem ez nem az, amit videóba támadtunk. Igen, ez valószínűleg nem az, amit videóba támadtunk. Szóval az azt tudta, hogy... Ja nem, 69-es? De lehet, hogy ezt videóba támadtuk. Ezt támadtuk videóba, nem? Ja, és akkor ez volt a sok zászlós téma. Ugye? Igen, ez 481 veterán dárdás, ez volt az, ami meggyőzött engem arról, hogy ezt meg kell támadni zászlóban. És akkor az lett a vége ennek a kalandunknak, hogy először is van 172.000 dicsőségpontom. Ezzel meg lett a királyőrség számszeri ezt toborozható képesség. 183.000 DP-t, ezt most már nem fogjuk elérni. És várjál erre 2%-ot. 172.000. 3.000 DP-t bukok naponta. 3.000-et, akkor a 70-ből egy hét alatt lesz 50. Tehát ezt most még jelenleg nem tudom két event között megtartani. Főleg, hogy most két hétig nem leszek. Egyébként ma már úgy Isten igazából nekiálltam a mindenféle ilyen nyári videók felvételének. Mai nap folyamán készültem el például a... Ahogy is híjákkal. Jaj. Két oldal lett benyomva véletlenül. Illetve itt átállnék az ötös parancsnokra. Mert ez egy elég erős parancsnok. Szóval... Fölvettem már egy pár ilyen videót. És azt kell mondjam, a fogalmak videók készítés az egy kész halál. Szóval... A fogalmak sorozatot jelenleg úgy 8 része van meg. Ezekkel a fogalmakkal. Igen, az első részt már fel is vettem, a másodiknak már megvan ugye az alapja. De hogy azt úgy becsüljétek meg, hogy rohadt sok munkám van vele, meg rohadt sok szívás. Maga a felvétel az nem is az, most meg is nézem, hogy hány perces lett az első rész. Akkor nem nézem meg. De kíváncsi lennék, hogy mennyi volt az első rész, meg kellett volna néznem videó előtt. Jaj. Itt van egyébként 11 perces. 11,5 perces. Ami nem számít rövid videónak. Mármint nem számít hosszú videónak. Főleg a mostaniak után. Tehát amik voltak mostanában ezek az 1 órás, másfél órás videók. Azokhoz képest ez egyáltalán nem hosszú. Viszont a felvétel ideje az megtévesztő. Szóval maga a felvétel az nem olyan hosszú, de nagyon-nagyon-nagyon sokat kell szívni előtte. Főleg, hogyha mondjuk nincs meg egy erőd, amit véletlenül éppen foglalnának. Akkor ugye elég nehéz azon túl lendülni, hogy jó, akkor nem kutatok tovább a világtérképen. Itt bizony senki nem akar átvenni senkit erődöt, úgyhogy nem fogom tudni bemutatni ezt a témát. Itt közben
rendesen összegyűlt az erőforrás. Pedig én ezzel rábontom az erőforrás termelőket, és az a vicces, hogy pont emiatt gyűrik be az erőforrás, mert én itt bontogatok épületeket. Valószínűleg, ha nem bontogatnék, akkor nem gyűlne ilyen. Hülye vagyok? Nem lebontani akarom a 3-as szintű ostrom művelyemet, hanem gyártani akarok benne 3x80 darab pajzsot. És ma 600 pajzsom van, a következő nomádig nyilván érdemes egy olyan 2-3 ezer pajzsot betankolni. Na, és meg is lett ez a csodálatos csata. Kaptunk démont, kaptunk egy özvegyítő rangot, 20%-kal nagyobb élelemtermelés a királyságokban, és elértük a 150 ezer hatalompontot. Igen, azért kaptuk a démonokat, gondolom én. Vagy nem? Nem, nem azért kaptuk a démonokat. Akkor engem valaki átvert. Ugyanis itt kéne, hogy legyen 150k-nál egy jutalom. Lehet újra tudnám tölteni a dolgot, és akkor meg hajlandó lenne megmutatni. Ja, igen, azért léptem be egyébként ebbe a kastélyba, csak aztán megvettem, hogy milyen durva dolgok vannak, hogy csináljak egy-két képet. Itt például egy gyönyörű szép 80x80-as parancsnok látható, illetve hát egy fullos parancsnok definíció, maxos parancsnok definíció. Sajnálom, hogy ezt a drogószetet nem sikerült összetenni, mert ez egy elég erős darab lett volna az a fegyver. Azzal ugye most összesen 6 darab eventes parink lehetne, tehát egy 90 távos tákolt parink. Igen, most már nagyon kellenek ezek a fogalmas videók, mert szerintem nem tudom, amilyen játékos olyan régen voltam, az csak így néz, hogy miket beszél ez a hülye. Pedig hát ugyanarról a játékról beszélünk. Nem tudom, osztálytársaim ilyen abszolút kívülállók nézték még régebben videómat, és így mondták, hogy ők aztán semmit nem értenek abból, amit én mondok. És az még évekkel ezelőtt volt, akkor még régen nem használtam, jó. Szóval akkor még egyáltalán nem használtam ennyi szakkifejezést. Most megvan egyébként az első hely, Varjun, de egy 8-as szintű gát, drága kő a jutalma, úgyhogy annyira nem is kell, és nem is nagyon fogom megszerezni egyébként, mert vissza fogok esni. De ez mennyire köcsökség már, hogy egy kicsi a borsos 70x800-assal raknak össze? Megér olyan 30-as sráccal. Mondjuk vele is mekkora köcsökség ez, hogy 23-as, hogy érhetne fel egy 51-esnek a szintjére? Hát azért itt Virág 41 játékos. Ő is egy tapasztalt játékos. De most komolyan, hogy érjek el milliós dicsőségpontot, amikor a lista vezető játékos, aki most speciál én vagyok, az 100 000-et tud. Még 10-szer ennyit. Az még 10-szer ennyi nomád lenne. Körülbelül. De 10-szer ennyit nem tudtam volna nomádozni. Tehát max 3-4-szer ennyit. Ugye, ami az idő átugrásomból engedte volna, vagy nem tudom. Tehát az egész életem erről a játékról szól, még akkor se tudnám legyőzni azt az 1 millió dicsőségpontot. Na jó van. Nézzük, ugye itt még tudnék bőven zászlót venni, csak azt már inkább megtartom a következő hónapra. Itt most úgyis egyenesbe vagyunk, szerencsekeréknél. Ó, egy tudok még pörgetni, tök király.
Álljál le. Úgy képzeljétek, videón kívül tudok ám 12 órás VIP-t húzni a jackpotból, meg 500 rubint, úgyhogy mostantól nem videóba fogom tekergetni ezt a rohadt kereket. Igen, ebben megpróbálok többször nem belenézni a videó folyamán teljesen fölöslegesen. Ide akartam jönni már két kattintással ezelőtt, 22 kattintással ezelőtt. Itt van egy erős top 30-am, ez 12.500 rubint fog jelenteni a családi kasszának. 9. vagyok. Én azt gondoltam, hogy ha a fölcsúszok első helyre varjúban, akkor az elég lesz ahhoz, hogy eljussak mondjuk egy top 5-ig, de úgy látszik, akkor nem volt elég. Azt nem értem, hogy 51. szinten, ja már 30-39. szintben voltam, amikor elkezdtem. Ez vicces. Meg ez a 49-es és egy 60-as vezeti. Sőt. 70/17-es. Ez a srác aztán tud fejlődni. John is itt van. 53-as szinten. Az idézőjelben csak 53-as szinten. Itt az Izzehun. A Csúnybaj nevű kastélyán van. Őt támadtam egyszer érdemért. Be is van jelölve. Csak most már nem az semmit. Nem oszt, nem szoroz. Semmi. Ez adna végül is bármit? Nem adna semmit, akkor hiába kémkedtem le azt is. Hát valami 70 fölötti célpontot kéne szerezni. Akivel még növelhetném az érdememet. És akkor talán nem ilyen keserves 27%-os DP bónuszom lenne, de most abszolút elégedett vagyok ezzel jelenlegivel is. Tehát ha ezzel elsőnek lehet lenni a varjúba, akkor végül is nem rossz. Igen, mostantól ehhez mérem magam, hogy tudtam első lenni varjúban. És nem az első fél órában, hanem már megy egy pár napja az event. Pont pár napja egyébként. Jó, ez itt 200 védővel véd. Ez azt jelenti, hogy egy hullám, meg még egy hullám. Ezt elküldjük tollal. Most már ezeket a kis vackokat is be fogom támadni, mert idegesítenek. Utolsó parancsnokkal nyilván. Van... Nagyon erősködik, akkor 50 védője mondjuk. És csak közelharcos védője van, úgyhogy én ezt ennyivel szeretném intézni, ha van rá mód. Aztán legfeljebb bukok és kapok arányos DP-t, az se baj. Szóval itt van megint 150 védő. 150 védőt ennyivel is le lehet nyomni. Csak mondjuk, ha tennél távost, annak örülnék. Kedves automata feltöltés. És megint beraktam egy 172 démont, mint a halálegységet, szóval az meg megint túl erős lesz neki. Akkor megint nem ad csak mondjuk 400 dicsőségpontot, meg vesztek mondjuk 30 embert, és akkor nézek, hogy mi van, kajám fogy. Szóval ez egy rossz rendszer. Na és itt van a tipikus all-in kastély. Be csak így be kell nyomni a katonákat, azt hadd szóljon. És elviszi ugye minden katonámat. 100. 100 valamennyi, ez is 100 valamennyi, és van 26 darab védője a toronyban. Akkor az utolsó hullám nem kell. Első hullámnak a jobb szárnyára pedig berakok egy kis eszközt, csak hogy érezze a törődést.
Egyszerű, nem is kell sok eszköz. És akkor még tudunk egy-kettőt támadni, ha minden igaz. Ez rendelkezik 18, meg 35 védővel, ha nem néztem be. De ez is ez lesz, hogy megküldöm az egyik szárnyon, meg hogy meglegyen a 100%-a udvaron. Küldünk akkor egyet a frontra is, egyetlen egy katonát. És akkor nyomjuk be a többinek is a képét, ha már ilyen jók vagyunk. 48-as vérvarjukastély. Az is vicces lesz. Azt mondja, hogy ennek van 20 meg 20, az 40, 50 áfával együtt. 2x50 az meg 110 áfával együtt. Nem 120 áfával együtt, de mindegy, most levonunk belőle egy picit. Vagy pedig őt támadjuk. Őt, persze fingom nincs ki ez, de mindegy. Szóval ezt támadjuk. Szerintem ez így egy elég ütős kombó lesz. Így semmi eszközzel. Két oldal, kupac katona, a legfeljebb megdöglenek. Csá. Menjünk át Berimontba, ugye Berimontban fontos lenne haladni attól függetlenül, hogy jönnek-e még hasznos jutalmak, vagy nem. Sikerült rendesen még betámadni az előbb azt az őrtornyot. Most már elég sokan vannak Berin, úgyhogy elég gyorsan abálják a tornyokat. Attól féltem, hogy maradt az a 180 támadás, és előttem be fogják támadni mind a 180-at. Nem tudom, emlékeztek-e még, van-e köztetek valaki olyan, aki emlékszik arra, hogy régen az összes Berimondos támadást láttuk Berimond alatt. Ez az összes, mit tudom én, a spíros oldalon vagyok, tehát összes Trabant támadást láttuk itt. Hódítók támadás, erőforrás falu. Ó, Gergő írt ezt az erőforrás falut. Tényleg. Mindegy, akkor az már nem az enyém lett. De legalább csapattársé, nem az enyészeté, jó? Eszközök. Üzéeszköz nincs már, úgyhogy ezt nem is kell tenni, kalandeszközt. Bár azért gyorsan megnézzük, hogy van esetleg egy kósza utolsó pajzs, de nincs. Ugye úgy használtam el az utolsókat, hogy nem szedtek le teljesen távot az egyik oldalon. Nézzük, van elég erőforrás ezt kimaxolni? Nincs. Dögöljön ketté. Nincs elég hely, hogy betoborulunk egy 60-as paklit. Úgyhogy én meg is mondtam ezt a témát mára. Nagyon kevés kaján van, úgyhogy ezt valószínűleg egy közepesen csodásnak minősíthető önsegélyezéssel eszközölni fogom főkastélyból. Pontosabban a Somágy kastélyból. És akkor szerintem kibírjuk reggelig. Most megnézem, hogy mennyi a fogyás, szerezhetek-e még katonát, illetve benyomom az erődökben a kötelező fejlesztést, és akkor utána megyünk. Draconis Gamma. Illetve hát mehettek ti. Én meg teszegetem össze nektek a videókat nyárra. Lehet, hogy itt is el kéne kezdeni toborozni, de annyira nincs kedvem hozzá, úgyhogy mégsem. Igen, itt már jó kis hetes szintűek a gazdaságok. Láthattátok, hogy milyen videókat tervezek nyárra. Itt az elején, amikor megnyitottam a kis videótárat. Az egyébként nem a nagy műhely, az a nagy műhelyben egy mappa volt, amit megnyitottam. Abban vannak a nyárra a videók. Úgyhogy azokból volt egy ilyen 3-4 órásra sikerült végül, és azt hittem fél óra alatt meg vagyunk. A kölyetermeléses videó. Hát ez is elég vicces lesz. Itt próbálok küzdeni az elköszönéssel, aztán még egy téma így eszembe jut. De hát alapvetően ilyen vagyok. És ennek ellenére
szeretnek, úgyhogy... Úgyhogy valószínűleg akkor ez egy szerethető tulajdonságom. Vagy valószínűleg mindenki csak 10 percet néz a videó elejéről. És azt jónak tartja. Oké. Egyébként belehallgattam az egyik videómnak az elejébe most, nem volt nagy élmény. Volt már videóm, amit így kifejezetten élveztem hallgatni. Nem YouTube-ról néztem magam, nem, hanem így meghallgattam, hogy van-e hang, meg stimmel-e minden. És síben maradt, és így tök jó volt hallgatni a értelmes mondataimat. Már egyáltalán az, hogy vannak értelmes mondataim, ezt tök jó hallani, mert a mai világban ez is ritka. Hú, volt valamelyik felvételen. Az a helyzet, hogy most ilyen napi több órákat veszek fel, úgyhogy most már így teljesen elvesztem a fonalatom, és milyenik felvételben volt. Már több perceket kell belenézni egy videóba, hogy tudjam, hogy milyen címet kell neki adni a feltöltésnél. Szóval sok órás mai felvételemből az egyik emlékezetes pillanata az volt, amikor így mondtam egy mondatot, és így belegabajodtam, és így azt gondoltam magamban, hogy na, akkor menjen a melegebb éghajlatra is. És inkább mondtam egy másik mondatot, aminek tudtam, hogy mi az alanya és állítmánya. Úgyhogy szépen kivágtam magam. És ha egész nyáron június 28-ától július 12-ig körülbelül nézitek minden nap a videóimat, végignézitek az összes videómat, akkor talán tudni fogjátok, hogy melyik videóról beszéltem az imént. Úgy szerencsétlenkedek ezzel a gazdaságfejlesztéssel, ennyit kellett volna nyomni, nézzétek el nekem, fél évfél van, szóval 23 óra 24, felvétel pillanatában lesz ebből még 3-4 évfél is, amíg itt pofázok egy picit. Ez volt a béta erődöm, de erődöket letudtuk, majdnem. Basszus, még izébe is kell menni. Ebbe a cuccba. Elméletileg már kész van a vártoronyfejlesztés. Igen, ezt innen is kívülről látni tudjuk, hogy kész van. Ez azt jelenti, hogy elméleti síkon épülhet az árok. Gyakorlatilag pedig nincs elég kövem, mi? De! Van elég kövem. 22 ezer kell csak. Kőből az árokhoz. Azt egyébként valaki elmagyarázhatja annak a logikai összefüggését, hogyha ásunk egy lyukat a földbe, ahhoz mi a halálér kell. 22 ezer kőtégla. Mondjuk valószínűleg azért, mert kirakják a szélét kavicssal, de akkor az meg miért nem látszik rajta. De nem úgy kéne, hogy nézzétek, mert ez az árok, ez aztán olyan, hogy az aztán ki van kövezve. De ez... Hagyjuk már. De ez nem is árok, ez csak így egy ilyen vízelvezető csatorna beletúrva a földbe. Ja, és van már kettes szintű árkom, azon nem gyönyörködtem soha valószínűleg azért, mert föl se tűnt annyira lényegtelen. Egy olyan főkastélyben már ott tartunk, hogy a kettes árok. Igen, csata jelentésekről is volt egy videó. Illetve lesz egy videó, csak volt egy felvétel. Na, őrtorony támadás győzelem, 118 bukó, Jézus várja. De legalább valamennyi rubint hozott, több mint a 13. Úgyhogy én ezzel már abszolút békében vagyok. Úgyhogy támadunk még egyet, csak hogy ne legyen véletlenül sem rövid a videó. És utána pedig mehetek csinálni a kedvenc sorozatomat, a fogalmakat. Van egyébként egy fogalom, amiről így abszolút, még a veteránok között is a Nemezisben volt, aki nem hallott, sőt senki nem hallott konkrétan. Nem tudjuk, mi a neve,
Nem tudjuk, mi a pontos definíció, de hogy így van. Ó, 50. szinttől támadhatok 4. hullámba, azért van most ennyire jó életem, most hittem rá. Vagy ettől? 51. szinttől? Vagy nem tudom, valami miatt támadhatok most már 4 hullámba. Vagy annyival erősebb most már az ötrony, hogy azt már lehet támadni 4 hullámba. Oké. Okay. 7000. 7000. Most van 11:30. Én 95 nem jövök ki az ágyból. Tehát legalább 70000 kaját kéne itt fölhalmozni. Ezt a szót kerestem. Itt tudunk küldeni 5000 kaját. Tudunk zsákmányolni is valamennyit. 3000. Jó, mondjuk legyen 3500, hogyha a másikat kiegészítettük 5000-re. Akkor az 8500, meg 10... nem tudom hány ezer, elfelejtettem. Meg 19000, az 27500, az már a harmada körülbelül a kívánt célnak. Tegyünk be egy kis erőforrást a izébe, ne a szövikasszába, mert van kolosszus is, és most láthatóan nincs elég dísztárgyam, úgyhogy csapassuk. 52. szintet most egy záros határidőmből nem akarom elérni. 115-ös. Hát mondjuk jó lesz ez így. Azt legfeljebb holnap még fosztok egy picikét, aztán lesz belőle valami olyan erőforrás készlet, amivel legalább ugye az alap kastélykert fölé tudjuk mondjuk emelni érdemben azt a cuccot, kolosszust. Oké. Melyek éjszakára? Akkor milyen fejlesztés lenne érdemes benyomni? 15 órásat biztos, hogy nem. Ezt a 3 órásat aztán a fönnmaradt, fönnálló időben úgyis kaput fejleszgetünk. Jó lesz az. Ezt nem ugorjuk át. 1 óra VIP nem ér annyit, hogy rámenjen a fél rubin készletem. 5. VIP szinte már van 25 prémium parancsnokom. Plusz 10% DP, 20% támadás sebesség. 10% élelemtermelés az erődökben és 15% a főkastélyban. És... Oké, ennyi. Ennyi körülbelül, amit tud az 5. VIP szint. A VIP-t ezt folyamatosan bukom, vajon? A VIP-nak is van ilyen százalékos csökkenése? Nem tudom. Igen, nomád, az már nem érdekel minket, és most van 11:30. Hát jó, akkor még, mint említettem vala, főkastélyból még kisegítem magam. 28.500-ról 70.000, az még plusz 52.000 kaja. Abból levonhatjuk mondjuk a döglést, meg a zsákmányt. Kihal a seregem. Szóval kivonhatjuk belőle a zsákmányt. Hol volt a vérvarjú? Ez 200, nem ezzel számolunk. Ez 3000, ezzel számolunk. És ez 4000, majdnem 5000. Tehát 5000 meg 4000, aztán 5000 meg 3000, aztán 3-mal 2400 per csata. 1-2-3 érdemleges támadásunk van. Hát ez max 10000. Max 10000 kaja ez a bevétel. Úgyhogy akkor nem 50, csak 40000 kaját kell küldeni. És annyit meg, hogyha az összes hatalmi pontból küldöm, akkor pont sikerülnie kéne. Oké, ez majd érdekes lesz még.
de minden esetre azt már nem veszem videóra. Megkímélek benneteket ettől, úgyhogy minden esetre most köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel a csatornára. Nézzétek meg a többi videót is, van néhány link a leírásban és az infoboxban. Köszönöm szépen a figyelmet, jó játékot kívánok mindenkinek, és találkozunk legközelebb holnap. Sziasztok!